Köszöntöm nézőinket, hamarosan lesz a rajt, és előtte Szilasi László versenyigazgatóval beszélgetünk. Mit szól ehhez a fogadtatáshoz? Gyönyörű idő van, árnyékos fák alatt lehet készülni. Igen, hát ugye sokat szóra vagyunk már Karcagon, és mindig nagyon szívélyesen fogadták a Tour d'Hongrie mezőnyét. Jó érzés visszatérni ezekbe a kisebb városokba is, ahol látjuk azt, hogy tényleg nagyon örülnek, hogy ide jön a verseny. Láttam például a gyerekeket a főtéren játszani különböző kerékpáros ügyességi játékokkal, és ez nem csak a versenyről szól, hanem arról is, hogy az egész várost egy picit megmozgassuk, és mindenki egy kicsit közelebb kerüljön a kerékpározáshoz ezen a napon. Mit kell tudni a mai Karcag hajdúszoboszló szakaszról? Hát ez egy teljesen sík szakasz, tényleg egy méter szint különbség nincs benne szinte. A szél viszont egészen felerősödött most a rajtnál, itt már érezzük, és hogy kimegyünk majd a pusztába, mondjuk így, ott azért még jobban befolyásolhatja ez a verseny alakulását. Ugye a nagy szélben a mezőny könnyebben szét tud szakadni, de ettől függetlenül arra számítunk, hogy Hajdúszoboszlón egy nagy sprint hajrá következik majd, és hát a nagy csapatok is arra fognak úgymond játszani, hogy a sprintereiket meghozzák, szóval egy fantasztikus nagy hajrára készülünk ott a végén. Mit kell tudni a magyar versenyzőkről? A jelen pillanatban a fehér trikót, ami az összetetben élen álló magyar, vagy legjobban álló magyar versenyzőnek kell, ez Dina Márton viseli, úgyhogy tegnap szökésben volt, és a szökés közben tudott úgynevezett időjóváírásokat szerezni, ennek megfelelően ő vette át ezt a fehér mezt. Tegnap nem volt különösebb probléma, azon kívül, hogy Filutás Viktor, a magyar bajnok sajnos elesett 17 kilométerrel a cél előtt. A válla sérült meg, de törés nem történt, ezért a mai napon folytatni tudja a versenyt. A tegnapi napon Karl Ádám sprintelt a legjobban, a 17. helyen érkezett be. Én remélem, hogy ma még egy picit ezen akár javítani is tud majd a hajrában. Mit lehet tudni a mezőnyről? Nagyon erős mezőny, vagy a szokásosan erős mezőny, tehát mondjuk a korábbi évekhez képest? A Tour d'Hongrie valaha volt legerősebb mezőnye van itt nálunk, 11 World Tour csapat és 8 Pro csapat, ilyenre még sose volt példa. Egyébként ez nagyban köszönhető annak is, hogy a Giro d'Italia nagy rajtja itt volt, tehát a csapatok tulajdonképpen itt tudták hagyni a felszerelésüket, és csak a versenyzőket és a stábot kellett kicserélni. Ez egy borzasztó nagy logisztikai segítség volt nekik, számunkra pedig azt eredményezte, hogy világsztárok jöttek el ide, az eddig jelniknél még nagyobb számban. Ilyenkor egy versenyigazgató nem nosztalgiázik a saját pályájára visszagondolva? De hát egy picit igen, de tulajdonképpen inkább arra gondolok, hogy ezeket a nagy neveket, amikor hétről hétre, hónapról hónapra tévében látjuk, akkor ugye mi is követjük a versenyeket, és csodáljuk őket, hogy mennyire fantasztikus teljesítményt nyújtanak, és azt, hogy most itt vannak velünk, ez egy egészen különleges élmény nekem versenyigazgatónak is. Dr. Fazekas Sándorral beszélgettünk itt a rajt után. Azt gondolom mindenkinek nagy élmény volt ez a pár másodperc, míg elstartolt a mezőny. Az év legnagyobb sportesemény a Karcagon, sőt a nagykúrságban is, azt hiszem, ez a kerékpáros körverseny, a Tour d'Hongrie, és én azt láttam, hogy rengetegen eljöttek. Tehát volt azért egy fölvezetése, beszélgetés volt, a versenyzők gyülekeztek, bemutatkozás, ilyen trépás figura, kiváló hangulat, fotózkodás, ami hozzátartozik, tehát egy majális hangulatot áraszt a program, és innentől már a tévén fogjuk majd követni azt, hogy merre haladnak, megküzdenek az alföldi forrósággal és a széllel is. Emelkedőkkel nem kell megküzdeni, nem kell megbirkózni, de itt más kihívások előtt állnak a biciklisek. És azért is jó ez a verseny, mert felhívja a figyelmet arra, hogy kerékpározni érdemes. A táj szép, ma már sok helyen van kerékpárút, a kirándulhelyek jól ki vannak építve, a látnivalókat meg lehet közelíteni, tehát arra buzdítok mindenkit, hogy különösen a kerti munka elvégzése után vagy annak a szünetében, meg a gyermekeket is, amikor most már közeledik a tanév vége, hogy éljünk a lehetőséggel és menjünk minél többet kirándulni biciklivel. A város szempontjából mit jelent, hogy ismét innen rajtolt el a mezőny? Szerintem Karcagnak ez egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség. A félvilág figyeli a versenyt, és a táji szépségek, az épített környezet, a városok és falvak azok madártávlatból, illetve közvetlen közelről is láthatóak, és hát mutatják azt, hogy milyen szép Karcag. Ilyenkor egyébként a legszebb szerintem májusban, és milyen szép a mi vidékünk. Azért egy kérdést még szeretnék itt föltenni, hiszen nem hagyhatjuk ki, hogy kerékpározni fog-e most idén, hiszen minden évben több száz kilométert teker le. Ez idén meg lesz?
Hát általában azt tűzöm ki célul, hogy 1000 kilométer a Kárpát-medencében vagy az Alföldön, a Covid azért korlátozta a mozgás, de azt tervezem, hogy most már néhány napon belül hozzákezdek. A célom az idén is 1000 kilométer, és hát az Alföld és a hegy egy jó arányban legyen benne, tehát olyan fele-fele arányban. Tavaly is voltunk több kiránduláson családtagokkal, és az idén is ez fog majd történni, de azért először itt a karcegi határban edzek, kellően kemény, rázós földutakon. F. Kovács Sándor képviselő úrral beszélgetünk. Fog-e kerékpározni? Most ugyan nem ment el a mezőnyel, de lesz a kerékpáros túra. Hát az a helyzet, aki látta ezeket a fiatalokat és ezeket a kerékpárokat, úgyhogy a teljes profizmus. Úgyhogy szemben is nehéz őket követni, de kerékpározni fogok vasárnap a családdal együtt, körbe kerékpározzuk a Tisza-tavat, úgyhogy remélem jó idő lesz, jó hangulat, és hát egy nagyon jó kerékpáros program. Mint ahogy ez a mai is, csak ez a profiké, és igazából az amatőröké a látvány, az is csodálatos. És mit szól ahhoz, hogy ismét Karcagról rajtoltak? Ez mit jelent a város szempontjából? Hát rendszerint Karcagról, hiszen a Covid miatt kimaradt egy kis idő, de ez már hozzátartozik Karcaghoz, és várjuk is, várja is a város ezt a rendezvényt, meg jó látni, hogy az Eurosporttól kezdve az M4 sportcsatornán közvetítik ezt a Tour de Hungary versenyt, és Karcag mindig benne van. És jó az, hogy innen Karcag főtéréről, amelyik egy csodálatos parkban van, innen indul a mezőny, egyre többen látják Karcagot, nem csak a birkafőző fesztiválról, nem csak a finom ételekről, a Ferdinándról, hanem most már a Tour de Hungary rajtjáról is Karcag jut az emberek eszébe. És hát azt is tudjuk, hogy nagyon sokan járnak kerékpárral, biciklivel munkába is, de csak úgy biciklire pattannak és kikerekeznek a Zárdorhídhoz, tehát azért elindult ez a turizmus is. Karcagon nagyon sokan kerékpároznak, hiszen nincs olyan család, hogy ne lenne kerékpár, vagy kerékpárral ne közlekedne valaki, és hát jó látni azt, hogy Karcagon nagyon sok kerékpárút megújult, folyamatban vannak akár a Kisújszállási út, a Madaras út már kész is van, új kerékpárutak épültek, és nagyon jó, mert nagyon sok gépkocsi van, és a biztonságos közlekedés, mert úgy lehet kerékpározni, hogyha biztonságosan tudunk kerékpározni. A gyermekek úgy mennek el, az idősebbek, a családok is, és én azt gondolom, hogy Karcag egy kerékpár barát város. Nagyon sokan kerékpároznak, és hogyha megépül az összes kerékpárút, ami tervben van és felújul, akkor egy kerékpáros paradicsom lesz, itt élmény és öröm lesz Karcagon kerékpározni. Nem véletlenül, hogy a Tour de Hungary-nak a kerékpáros versenynek, a legnagyobb magyar kerékpáros versenynek a rajtja innen indul Karcagról. És hát álmodjunk nagyot, hiszen az sem lehetetlen, hogy esetleg 10 év múlva karcagi versenyzője is lesz a magyar csapatnak. Beszélgettük azt, és nagyon jó lenne, hiszen Magyarországon fellendül most a kerékpársport, hiszen a Giro d'Italia magyarországi szakasszal rendelkezik, a Tour de Hungary-nak nagyon sok versenyzője van külföldről, egyre jobb nemzetközi eredményeket érnek el már magyar kerékpárosok itt a túrakerékpározásban, és hát bízunk benne, hogy a sok fiatal kedvet kap, a körülmények jók lesznek, és akár 10-15 év múlva egy nagyon erős magyar csapat fog indulni a nemzetközi mezőnybe, és lesznek olyanok, akik a Tour de Hungary nem csak itt, hanem a Giro d'Italia, a franciaországi körversenyen a legjobbak között lesznek, és akkor büszkén szurkolunk nekik. Szepesi Tibor polgármester úr, arról beszélgettünk, hogy mit hoz a városnak ez a mai rajt, hiszen rengetegen nézték a televízión keresztül. A fokozott figyelemmel kíséri, azt gondolom, hogy egész Magyarország, de talán mondhatom azt, hogy egész Európa, sőt az egész világ sportszerető közönsége, hiszen egy olyan sikeres Giro magyarországi szakaszai után vagyunk, amikor a Tour de Hungary teljes élő közvetítését nem csak a magyar televízió, az M4 Sport, hanem az Eurosport is összefoglalóként rögtön a nagy verseny után adja. Tehát egy olyan turisztikai és egy olyan marketing értéke van a Tour de Hungary-nak, amely azt gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt még csak álom volt a szervezők, illetve a résztvevők részére. Ma már ez a valóság, hiszen több millióan nézik magát a versenyt, és több millióan látták azt, hogy Karcagnak milyen gyönyörű főtere van, hogy milyen sokan itt vannak a rajtnál, mennyi érdeklődő van, milyen üdvrivalgással, visszaszámolással indultak el a versenyzők. Ez mind-mind azt jelentheti, és bízom abban, hogy jelenti is, hogy nagyon sokan fognak Karcag után érdeklődni turisztikai szempontból.
És így beszéltük az előbb képviselővel is a kerékpáros úthálózat fejlesztését, és én azt kérdeztem tőle, hogy mit szólna ahhoz, hogy 10-15 év múlva esetleg Karcagi is lenne a magyar csapatban, hiszen lehet, hogy éppen most kapott kedvet valamelyik diák. Igen, ezt verseny előtt beszélgettünk a főszervezőkkel és néhány kerékpáros szakemberrel, hiszen nagyon nagy feladat az, hogy kihasználva azt a média hátteret, azt az érdeklődést, amely ezeket a versenyeket kíséri, föl kell építeni egy olyan utánpótlás bázist egész Magyarországon, amely a kerékpár sportot megalapozza. Nagyon jó versenyzőink voltak, nagyon jó versenyzőink vannak, hiszen itt is nagyon sikeres és eredményes magyar versenyzők álltak rajthoz. A Giro d'Italián is ott van a három magyar versenyző, és nagyon jól szerepelnek. Tehát erre lehet alapozni azt, hogy egy olyan utánpótlás bázist tudjunk kiépíteni, amely meghatározója lesz a jövő kerékpársportjának. Ugye Karcagon is voltak nagyon jó versenyzők, föl kell éleszteni ezt a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy nyilván azzal a szponzori háttérrel, azzal a kormányzati háttérrel ki lehet használni ezt a potenciát, és nagyon jó eredményeket lehet elérni kerékpársportágban. Reméljük akkor, hogy majd erről is beszélünk, viszont szeretném öntől is megkérdezni, hogy fog-e kerékpározni a nyáron? Természetesen, hogy ez minden évben benne van a programban, de azt gondolom, hogy egy karcaginak nem csak a nyáron kerékpározik, hiszen olyan kerékpáros infrastruktúra fejlesztés van a városban is, amely egyre inkább arra ösztönözhet mindenkit, hogy vegye elő a kerékpárját, és egyrészt azért, mert egészséges használni, másrészt azért, mert lehet, hogy sokkal gyorsabban el lehet jutni egyik pontból a másikba, sokkal könnyebb parkolót találni egy kerékpárnak, mint mondjuk egy piaci napon kocsival elmenni répát venni a piacra. Tehát én azt gondolom, hogy mindennapos használat Karcagon a kerékpár. Én is törekedni fogok arra, hogy minél többet tudjak kerékpározni. Akkor jó kerékpározást kívánok önnek, és azt, amit elmondott ön is, hogy ez a rengeteg néző, aki most a tévén keresztül nézte Karcagot, érkezzen utána ide turistaként is. Így van, én nagyon bízom abban, hogy meghoztuk a kedvet nagyon sok televízió nézőnek, és utána itt Karcagon turistaként, látogatóként, áthaladóként egy picit megállni, akár a fürdőben, akár egy kicsit kerékpározni, hiszen el lehet jutni az Ádorhídtól kezdve azokhoz a természeti értékekhez, amelyet egyébként is szeretnénk megmutatni. Most már ehhez azért van, én azt gondolom, megfelelő kerékpáros hálózat bent a városban, illetve a Tiszató irányába is. Ugye fejlesztjük az Ádorhídnak a megközelítési lehetőségét, de akár a pumpapályát ki lehet próbálni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg tudunk mutatni.